Van alma a fán és a földön. Hagyományosan szeptemberben kezdődik az almaszüret a megyében. Az Ajakon és környékén élő termelőknek jó hír, hogy az önkormányzat hűtőházat épít. Így segít a gazdáknak abban, hogy megfelelő körülmények között tudják tartani a leszedett gyümölcsöt. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Ragány Adrien, a település polgármestere. Ez egy román-magyar közös projekt. Uniós forrásból tudunk megvalósítani egy hűtőházat, aminek jelenleg a közbeszerzési eljárása van most folyamatban. Reményeink szerint ez jövő év elejére fog megvalósulni, és tipikusan alma hűtésére, tárolására lett a hűtőház tervezve, hiszen Ajakon nagyon sokan foglalkoznak még a mai napig is almatermesztéssel, és az Ajakon élő gazdáknak kívánunk elsősorban ezzel segíteni, hogy a megtermelt almát tudják addig ott tárolni, amíg a piacon nem tudják megfelelően értékesíteni. Változások lesznek az ajaki iskolai és óvodai ellátásban is. 41 millió forintot nyert a város a belügyminisztérium pályázatán annak érdekében, hogy felújítsa az iskolai konyhát. A korszerűsítés érinti az épületet és a berendezéseket is. Nagyon szeretnénk idén elkezdeni, de ugye figyelemmel kell lennünk arra is, hogy szeptembertől elkezdődik az iskolai tanév. Tehát a főzés nekünk úgy kell akkor összehangolni, hogy az étkeztetés az nyilván működjön. Úgyhogy össze kell ülnünk és meg kell határoznunk majd azt az időintervallumot, amikor ezt a beruházást meg tudjuk valósítani. Lehet, hogy majd átcsúszik a jövő nyárra, amikor nyári szünet kezdődik, ez még majd megbeszélés tárgyát képezi. Tavaly decemberben még épült a Péter Tóliget. A szabadidős központ is része volt a Zöldváros programnak, amelyben a városközpont is megújult. A beruházás ősszel készül el. Ez egy közel 500 millió forintos projekt, aminek keretében több mint 15 ezer négyzetméteren tudunk zöldíteni a város szívében, és nyilván nem csak zöldítés, füvesítés, fásítás valósul meg, hanem ezen az épületen épült fel most nyáron a város első piacépülete, illetve utak... Mert eddig akkor még nem is volt. Eddig piacépületünk nem volt. Utak épültek, sétányok épültek, a projekt területén kandelláberek lettek elhelyezve, illetőleg az egész területet kamerarendszer figyeli, úgyhogy nagyon biztonságosá próbáljuk tenni az új városközpontunkat. És itt található a Péter tó is, ami tulajdonképpen egy víztározó, de az ajakiak csak Péter tóként emlegetik, és e körül valósult meg egy több mint 1000 méteres salakos futópálya. Nyilván padokkal, kültéri kukákkal, egy szép kis ligetszerű területet szeretnénk itt megvalósítani. A településen egy korábbi pályázat eredményeként kültéri játszóelemeket is telepítenek, valamint 30 millió forintos támogatásból szolgálati lakást vásárolnak. Arra is készülnek, hogy a Hajnal utca burkolatát korszerűsítik még ebben az évben Ajakon.